Na szevasztok, újabb része jelentkezik a Drone Hungary, mert hogy időközben kaptunk egy rádiós rendszert a Beta FPV-től, méghozzá egy Express LRS rendszert, ami egy adóból és két vevőből áll. Ezt fogjuk kicsit szemügyre venni, hogy mi van benne, illetve hozzácsatlakoztatjuk a Winges Flight Controllerünkhöz, és ki fogjuk próbálni ebben a gépben, itt. De azt szerintem nem ebben a részben lesz. Azt, hogy miért érdemes ezt lecserélni, azt talán három szempontban lehet részletezni, mivel árban a Crossfire-höz képest kedvezőbb, a teljes rendszer ugye olcsóbb, mint a Crossfire. A másik, hogy a késleltetést azt mondják, hogy 5 millisekundum alá lehet leszorítani 500 Hz-es frissítéssel, illetve, hogyha a frissítés nem annyira lényeges, tehát maradunk egy ilyen 50 Hz-nél, akkor pedig a hatótávot lehet kitolni akár 40 km-re is. Itt a rekordokat úgy állították be, hogy a 900-as rendszernél egy ilyen 40 km-t sikerült elérni, a 2,4 gigás rendszernél pedig 35 km-t, ami 100 milliwatthoz képest azért egészen jó teljesítmény. Én egy 2,4 GHz-es rendszert választottam, és ezt az FRSky X-Lite modult, ez többféle verzióban elérhető, én most az X-Lite-hoz választottam egyet, úgyhogy nézzük meg, hogy mi is van a dobozban. Az, hogy a 30-40 km-es hatótávot hol fogjuk tudni használni, ebben most nem mennék bele, de minden esetre rövidebb távon is egy stabil kapcsolatra számítok. Főleg a 868-as rendszernek előnyösebb a hullámterjedése, mivel sokkal jobban képes behatolni a fákkal, épületekkel árnyékolt területekre is, míg a 2,4 GHz az inkább fény terjedésre hasonlít, ott lényegesebb a fizikai rálátás a gépre. Ha már itt van a kezemben a vevő, akkor tekintsük meg egy kicsit közelebbről, mik vannak benne. Rögtön az egyik sarkában megtaláljuk az IPEX csatlakozót, amire egy 2-4-re hangolt dipol antenna csatlakozik. Itt azonnal észrevetjük, hogy ugye nincs két antenna, nincs diversity képesség. A beérkező jel egy RF balúnon keresztül egy AT2401-es IC-be kerül. Ez egy RF kapcsoló, amiben van egy kis zajú erősítő, ha a vételi módban van, és egy végfokozat, ha adó módban van, a telemetria miatt. Aztán a 2401-ből tovább megyünk az SX1280-as Semtec IC-re. Ez végzi a rádiótechnikai feladatokat, erősít, konvertál, szűr, demodulál, és végül digitális adatcsomagban SPI-on keresztül kifossa a távirányítóból érkező adatokat, illetve a beérkező telemetria adatokat pedig visszaküld a távirányítónk felé. Ehhez mindössze már csak egy mikrokontroller kell. Itt egy ESP8285-ösre esett a választásuk. Ez önmagában tudja kezelni a Wi-Fi 802.11 BGN szabványokat, de itt elsősorban a 1280-as IC kezelésére használjuk. A saját Wi-Fi-je az úgy gondolom csak firmware frissítésre van használva, itt a 1280-asra van kihegyezve. Ezen az oldalon van még a firmware frissítő gombunk, a LED, a chip Wi-Fi antenna és egy 3,3 voltos stabilizátorunk. A vevő alján pedig a csatlakozási pontokat találjuk RTVG feliratokkal, ami az RX, TX, VIN és GND pontokat jelöli. A vevő kizárólag 5 voltról hajtható, Crossfire protokollt használ a repülésvezérlő felé, amúgy a súlya 0,7 g, elég kicsinek mondható, a kimenő teljesítménye 20 dB-en, vagyis 100 milliwatttal tud visszafelé telemetriázni, szemben az adó modulunk 27 dB-en, tehát 500 milliwatt teljesítménnyel tud adni,
Tehát, hogyha telemetria lost van, akkor elméletileg vételi oldalon még van 7 decibel tartalékunk, ami akár kilométereket is jelenthet. Nem feltétlenül kell tesztelni, de lehet, hogy ki fogok próbálni. A vevő mellé kapunk még 2 átlátszó hőzsugorcsövet, egy 4 pines tüskesort, némi tyúkbelet és magát az antennát. És ha már említettük az adó modult, akkor nézzük meg egy kicsit, hogy néz ki. Ebből többféle kivitel van, én ugye az X-Lite távba valót választottam. Ezzel fogjuk majd később tesztelni. A hátán van az X-Lite-os tüskesor, és ugye a felfogatáspontok. A tetején van egy SMA ájzat, ez sima SMA, nem RP-SMA, tehát RP-SMA-val nem tudjuk megszexuálni. Az alján csak egy USB-C ájzat van. Örülök, hogy a Beta FPV halad a korral. Ezen keresztül tudjuk fineverezni, illetve a hátán találjuk még a hűtőbordát, egy ledet és egy gombot, amit röviden bizgerálva ugye bint státuszba tudjuk tenni, hosszan nyomva pedig a teljesítményt lehet módosítani, ami ez esetben 100, 250 és 500 milliwatt között váltogatható. Ezek a funkciók a távirányítón futtatható Lua scripttel is elérhetőek, az adómodulhoz amúgy egy sima botantennát kapunk, és egy úgynevezett Moxon antennát, egy ilyen dupla hurkos antennát. Ez is 2-4-re van hangolva. Ennek az antennának a karakterisztikája egy ilyen félbevágott előremutató fánkra tudnám hasonlítani. A távirányítónk felé, tehát itt lefelé ebbe az irányba kevésbé lesz hatékony, úgyhogy kerüljük, hogy a hátunk mögé nagyobb távolságba repüljünk. Mindig a gép felé nézzen ez az antenna. Ezzel meg is vagyunk akkor, úgyhogy most beüzemelem, beépítem, és meglátjuk, tudunk-e konnektálni. Nem is volt annyira vészes, ugye pár perc alatt készen is voltunk. Jaj, nem, kb. Fél napot tököltem, mire mindent sikerült beállítani. Bár igazság szerint nem az ELR-essel volt gond, hanem a távirányítommal, mivel ezen még egy 2019-es OpenTX volt, amikor az ELR-es még a fasorban sem volt. Nyilván nem támogathatta, de az OpenTX-nek hála. Folyamatosan fejleszgetik, így csak az OpenTX-es Companion-nel kellett frissíteni az X-Lite agyát, így már gond nélkül be lehetett állítani.
A vevő és az adómodul már alapból megtalálta egymást, sikerült bindelni. Az adómodulon ugye rövid gomnyomással lehet bind módba tenni, a vevőt viszont egyszerű módon csak úgy, hogy rövid ideig áram alá helyezzük háromszor egymás után, és harmadjára már dupla rövid LED villogással jelzi, hogy várja, hogy egy felajzott TX modul pározzon vele. A rendszer egyébként, mint korábban említettem, Crossfire protokollt használ, így a távirányítón és a repülésvezérlőn is CRSF protokollt kell beállítani. Az INF-ben a vevőpanelon találjuk ezt a beállítást, az OpenTX-ben pedig a modellbeállításoknál ki kell választani az external RF modult és CRSF protokollt. Ha ez megvan, akkor már a Lua script is működik, menüből állítható a teljesítmény, az átvitel frissítési sebessége, tájékoztat minket a vevő érzékenységéről, működik a telemetria is, tudjuk mérni az RSS-it, és ez igencsak hasznos dolog. Igazából ennyi lett volna mára. Következő lépésben bedobom a repülőbe a vezérlőt és a slepjét, aztán elhajítom, hát ha a levegőbe marad. Addig is keep calm, és nézzetek minket! Üdv!